feljutott a gépig, de a pilóta úgy döntött, nem viszi el. Közben Solté Szilva fizikailag és lelkileg is egyre rosszabb állapotba került. Ezt mondta két nappal a halála előtt. Biztos vagyok benne, hogy nem én vagyok a világ legtöbb életedben, aki valahogy igazod, és attól függetlenül fáj, hogy mászakrangulak vagyok ezzel. Vese elégtelenségben halt meg, épp aznap, mikor Bécsből akartak elutazni. Solté Szilva szenvedéseiről a Tények riportja után Amerikában az egyik legnagyobb internetes portál a Yahoo cím oldalán írt. A minden országból hívnak, igazából óriási nagy hír. Egy nap alatt 32 ezer bejegyzést írtak a cikkhez. Perelünk a 6 millió dollárért. Rónai Péter egyébként a Philadelphia hajó balesetében meghalt két fiatal családját képviselte, és ott 15 millió dollár kártérítést ítéltek meg. Most a Costa Concordia hajó magyar áldozatainak rokonai képviseli. Tudod, úgy kell nézni, hogy én nem lennék a cipőben 6 millió dollárért, 10 millió dollárért. Ez volt a egyetlen felesége. Azért ítélnek meg ilyen hatalmas összegeket, mert a cégeket nem lehet börtönbe zárni. A hatalmas bírság viszont visszatartó erőt jelent a jövőben.